Gégény Aliz és Gégény Fruzsina szabad idejükben is szívesen rajzolnak, annak érdekében, hogy bemutassák alkotásaikat, folyamatosan keresik a lehetőségeket. Így találták meg a Magyar Államkincstár versenyét is. Az országos gyermek- és diákpályázat a Mesterecset nevet viseli, és már hetedik alkalommal hirdették meg. A mostani megmérettetésen a fiatalok pénzügyi tudatosságára építve a takarékoskodás, valamint a kincstár és a családok kapcsolata témában mutathatták meg kreativitásukat a fiatalok. A zsűri végül több mint ezer alkotás közül választotta ki a legjobbakat. Az egyik aranyérmet Gégény Fruzsina hozhatta haza, a 18 éves fiatal jelenleg a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium végzős diákja. A családunkban fontos a babakötvény, és ez is jelenik meg úgy az én művemben, mert mindkét testvéremnek van babakötvénye. Egyedül nekem nincs, aztán öm, én néha nagyon irigykedtem azért rájuk, mert mindig láttam a levelet, hogy kapják meg ilyesmi, aztán szóval én soha nem kaptam pont rossz időbe születtem, és aztán pont láttam egy kiírást, és nem mondom, akkor most én jövök, és nagyon megtetszett, pont, hogy így tudok így rajzolni, és így közel állt hozzánk a babakötvény. Fruzsina számtalan versenyen vett már részt, egy-egy rajzot több napon keresztül készít ezekre a megmérettetésekre. Nem csak ő tehetséges a családjában, Huga, Aliz is. Ezt ma hirdették ki, és ez egy matekverseny. Második lettem rajta, Gyűlnek az oklevelek és az elismerések az asztalon. Aliz matematikából, magyarból is jól teljesít, néptáncol és szaval is. Az Ibrányi Általános Iskola büszkeség falán is szerepel a neve. Az államkincstár versenyén ő is indult, és szintén nyert is saját kategóriájában az alsó tagozatosok között. Én ö, azt hogy ö, a vízzel is takarékoskodni kell, hogy ne slaggal mindenfelé, hanem csak a virágra locsoló kannával. Rajzoltam rá sok A szülők büszkék lányaikra örülnek, hogy a telefonnyomkodás helyett inkább a rajzolást választották. Így nyilatkozott az édesapa. A család közösen utazott fel Budapestre a díját adóra. Nem árulták el előre, hogy hanyadikok lettek a gyerekek. Csak annyit mondtak, hogy helyezettek lettek. És kértek is bennünket titoktartásra, hogy bármilyen közösségi felületen ne is említsük, hogy ide megyünk, ekkor megyünk, vagy bármilyen helyezést értünk el, mert csak akkor lesz ott kihirdetve. És hát meglepő volt, hogy milyen színvonalas volt a fogadtatás. Tényleg barátságos mindenhol irányítottak, segítettek bár, ami, ami, amilyen igényünk volt, vagy bármit szerettünk volna megtudakolni, mindenben nagyon készségesek voltak. És meglepő volt. Hát amikor megmondták a gyerekeknek a nevét, mert második, harmadik, első helyezett, úúú, amikor mondták az első helyezett neveket, akkor, akkor hát büszkék voltunk rá. A beküldött pályázatokat szakértőkből álló zsűri értékelte többek között a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, az államadóságkezelő központ ZRT vezérigazgatója, rajztanár, festőművész és a Magyar Államkincstár államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnök helyettese.